A koronavírus járványt követően példátlan mértékben elburjányzott a félretájékoztatás, amelyre igencsak sérülékeny a romániai társadalom. Az álhírek a manipuláció tétjét fokozza a 2024-es választási év, és aggodalomra ad okot, hogy a statisztikák szerint Romániában nagyon hiszékenyek az emberek, legfőbb ideje fellépni a jelenséggel szemben, figyelmeztettek szakemberek Metszet című műsorunkban. Rendkívül sérülékeny Románia társadalma a félretájékoztatással szemben a statisztikák szerint európai sereghajtók vagyunk, média ismeretek terén figyelmeztettek szakemberek Metszet című műsorunkban. Egy idén készített média ismeretindex szerint Európa északi országai a legellenállóbbak az álhírekkel szemben, míg nagyon magas sérülékenységgel Románia a negyedik csoportban található Bulgária és Törökország társaságában. Az álhíreknek való kitettség ugyanakkora, mint bármely más Európai Uniós államban, de mivel nálunk alacsony a félretájékoztatás iránti ellenálló képesség, Románia lakosságának sokkal nagyobb százaléka elhisz zagyvaságokat abszolút mindennel kapcsolatban, az élelmiszerfogyasztástól az egészségpolitikákig, az orvostudománnyal, kezelésekkel, oltásokkal kapcsolatos információkig, és természetesen a koronavírus járványt követő időszak igencsak kedvezett a félretájékoztatásnak. Nikolajci brigád 2017 óta foglalkoztatja az orosz propaganda, mely iránt, mint mondja, ugyancsak a Covid járványt követ. Követően vált sérülékenyé a romániai társadalom. A járvány idején ugyanis a populisták több digitális hálózatot is létrehoztak, amelyek a pandémiával kapcsolatos narratívákat terjesztették különféle összeesküvés elméletekkel, például az 5G hálózatokkal kapcsolatban. Ma ukrán ellenes orosz propagandát folytatnak, ami még az ukrán menekültekre is irányulhat, vagyis a Covid és oltás ellenes elméletek hívei ma Putyin párti propagandát folytatnak. Emeli a téteket a 2024-es választási év, amikor a manipulálásnak, a gyűlöletbeszédnek és a félretájékoztatásnak még a szokásosnál is súlyosabb következményei lehetnek. Kötelességünk megvédeni a demokráciát nekünk, újságíróknak és minden szavazópolgárnak. Mert a demokrácia nem akkor vészel, amikor módosítják az alkotmányt vagy diktatúrát vezetnek be fegyverrel a kézben, hanem akkor, amikor az állampolgárok már nem bíznak benne és hisznek a manipulálásnak, a híreszteléseknek, a mérgező és teljesen hazug üzeneteknek. A szakértők szerint a félretájékoztatás elhárítása érdekében fontos lenne a civil társadalom összefogása a demokrácia erősítése mentén, de szükség lenne az állam hatékonyabb beavatkozására a politikai szándékra is. Tanácsos lenne a média ismeret oktatása is a középiskolákban, az erre vonatkozó törvény kezdeményezés azonban megbukott a parlamentben, így a román oktatási rendszer nem készíti fel megfelelően a fiatalokat a félretájékoztatás elleni védekezésre. Közben felértékelődik a tömegtájékoztatás szerepe. Az informálás mellett ma már a félretájékoztatásokra is rá kell világítani, hangsúlyozzák a szakértők.